Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk benneteket. Az egy az egy mai alcíme tulajdonképpen az is lehetne, hogy mi van veled, hiszen úgy tűnik, hogy az utóbbi időben, mint hogy egy picit visszavonult volna a futball térképéről, Nagy Tamás labdarúgó edző, nagy szeretettel köszöntelek, és örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Úgy tudom, hogy szeretsz horgászni. Hogyha kifognád az aranyhalat, és lehetne három kívánságod, akkor most, ma mit szeretnél? Én is mindenkit nagy tisztelettel köszöntök. Meglepő a kérdés. Ö, igen, az, az igaz, hogy valóban igaz, hogy szeretek horgázni, főleg pisztánkokra és műlegyezni, ö, gyönyörű vidékeken. Aranyhalat még nem fogtam, de ha kifoghatnám az aranyhalat, mi lenne az a három dolog? Vagy akár csak egy is, amire, ö, amire vágysz? Hát arra vágyom, hogy azt csinálhassa, ami az életemhez tartozó tehát maga a futballba dolgozhassak, a futballért, a játékosokért, a gyerekekért. Ez lenne az egyik, és szerintem ezzel mindent elmondtam, tehát a magyar futballban, hogy valamit hozzá tudjak tenni abból a képességből, megszerzett tapasztalatomból, tudásomból, ami nem veszett el, mert folyamatosan képzés, képzem is hozzá magam, hiszen amikor lehetőségem van, akkor részt veszek olyan kurzusokon, amivel biztosíthatom a fejlődésemet hogyha ennek a kibontakozásában ö, valamennyire majd egy, egyről a kettőre jutok, akkor azt gondolom, hogy ez számomra ez jelentené mind a három, ha nem is túl van, de a három az egyben. Egy picit mesélsz erről, hogy ez mit jelent pontosan. Tehát amikor azt mondod, hogy, hogy a magyar futballban szívesen vállalnál szerepet, akkor nem feltétlenül, mint edző mondod ezt? Vagy az edzői képességeidet szeretnéd elsősorban kamatoztatni, és azzal kapcsolatban szeretnél munkát vállalni? Hát igazából én, a, amikor 2018-ban jöttem Zalegerszegről, akkor magam után hagytam egy, egy eredményes csapatot, aki abban az évben fel is jutott az első osztályba, akkor én hoztam egy döntést, hogy egy jó darabig szeretnék a futball egy más szegmensébe dolgozni, és az utánpótlás, és szeretnék egy olyan helyzetben, helyzetbe kerülni, ami, ami egy új perspektívát, egy új jövőképet fog számomra is adni, és átvinni oda, átintegrálni oda olyan tapasztalatokat, és közben megtanulni, hogy hogy működik az utánpótlás rendszere, hogy működnek a gyerekek. Ugye nagyon sokáig, 18 évig igazából rálátásom nem volt csak azokra, akik kopogtattak az első csapatok ajtaján, vagy akik olyan tehetségek voltak, akiket már be lehetett rakni a, a, a felnőtt csapatokba. Szerettem volna részese lenni egy útnak, ahogy a fejlődési folyamatokat az ember tudja irányítani, és annak részese lenni több kollégával korosztályonként, és akkor valahogy elkezdett érdekelni ez a dolog. És, és akkor éreztem azt is, hogy arra is szükség van, hogy, hogy a gyerekeknek nem csak majd azt kell, hogy futballozni tanítsuk őket, hanem a gyerekek működő érző lények. Tehát sok minden van mögötte, amit, amit meg kell ismernem, és újra kell a tudásomat frissítenem, mert ugye én végeztem és szigorlatoztam pszichológiából és hasonló és pedagógiából, de itt úgy éreztem, hogy ennél többről van szó, és erre nagyon nagy szükségem van, hogy, hogy, hogy amellett, hogy szakmailag talán fel tudok nőni a feladathoz, ugye én vezetőként is kerültem vissza az utánpótlásba, kell ismernem sok mindent, tehát a működését a, a gyermekeknek, és, és ez olyan jó volt, hogy ebbe én, én akkor belekerültem, és azóta is ott tartott engem, hiszen én több mint három, közel három évet tudtam dolgozni, így az utánpótlásba vezetői pozícióba ebből kettős felett Kaposváron, amiért nagyon hálás vagyok az akadémiának, hogy ott dolgozhattam. Nagyon jó kollégáim voltak a közvetlen kollégáim és az akadémia vezetőcs, hogy szeretném nekik innen megköszönni. Aztán váltanom kellett, az élet úgy hozta, hogy kettő és fél év után eljöttem, elkerültem egy másik tehetségközpontba. Ott nagyon rövid ideig voltam három hónapig, mert valahogy nem tudtam, igazából én magam lehet beilleszkedni abba a amit az, a, az adott hely vagy az adott utánpótlás hely képviselt és akkor ja, én már az utamban keresem a nyugalmat és a békét, mint több jobban, mint régen, Na, esetleg, esetleg aki úgy ismert, hogy a konfrontálódós edző vagyok. Én azt gondoltam, hogy mindig tudni kell időben, hogy hol kell valahogy átbillenni, és egy másik új, utat, új irányt venni. Kievrán a felnőtt fociból, amiatt kezdtél az utánpódlás felé nyitni, vagy ennek más oka volt? Hát az biztos, hogy akkor engem sokkolt az, ami akkor történt. Ugye két nagy sok ért engem a pályafutásomat, ami tartós és maradandó az egyik a Ferencvárostól való eljövetelem, és ahogy ez kísért utána, ennek nem a pozitív hozadéka, és a másik pedig ez az utóbbi, amikor újra kaptam lehetőséget, és, be, és bebizonyított, vagy bebizonyíthattam volna, hogy, hogy alkalmas vagyok bajnok csapatot, vagy legalábbis egy feljutó csapatot újra másodosztályba csinálni. Szerintem annak idején a PMSC-t is az egy csoportos MB1-bét is felvittem, vagy a baját az MB2-be vittem vissza, tehát több csapatot vittem én már vissza magasabb osztályba, vagy juttattam fel. Mellette voltak természetesen sikertelenségem és kudarcaim, de, de itt végre megint újra megéreztem annak, annak az a, a, a szakmának a jobbik ízét, amire mindig is vágytam, és ahol úgy éreztem, hogy itt most, most itt és, és valamit lehet alkotni közösen, aztán végül is ez megint megtört, és ez úgy sokként ért, és azért volt ez a változás. Mennyire határozza meg az életedet az a tény, hogy te a Fradi edzője voltál. mikor beszélgetek valakivel, és még meséltem, hogy készülök a veled való beszélgetés, hogy akkor rögtön mindenkinek az az első gondolata, hogy hát Nagy Tamás, aki, aki a Fradit irányította, aki dolgozott a Ferencvárosnál. Szóval, hogy ez egy, ez egy olyan történet, ami, amit senki nem felejt el. Igen, azért egyetlen egy dolgot szeretnék elmondani, nem nagyon mondtam még, és nem nagyon beszéltem. Én mindenért hálás vagyok, és én nagyon hálás voltam azért, hogy, hogy Magyarország azt volt legnagyobb, egyik legnagyobb tradíció rendelkező és a legnépszerűbb klubjának lehettem valamikor az edzője, vagy részt vehettem a, a, egy olyan folyamat kezdetébe, ami most már látjuk, hogy, hogy, milyen messze jutott, és ezért én külön innen még nem volt alkalmam nyilván sok gratulálni, és szeretnék gratulálni, mert amikor annak idején a Kovatov Gábor úr beszélt arról, hogy mit szeretne elérni a Ferencvárossal, nagyon jól felépítették, nagyon profi módon megcsinálták, és az, ez valós lett, és, és ez tényleg az embernek jól látni tett. Én nem felejtettem azt el, hogy én hol dolgozhattam, kikkel dolgozhattam, és hogy mi jó mindent kaphattam, amellett, hogy nyilván a, a vége nem sikerült a legjobban. Ebben biztos benne volt az én hibám vagy gyengeségem, vagy naivitásom, már nem tudom megmondani, hogy mi, de a szándékom biztos, hogy nem volt soha ö, rossz semmiben. Ö, egyszerűen csak valahogy rossz helyre sodortak, sodortattam be magam. Nem tudom, hogy, hogy ez hogy alakult akkor, de mondom, én most már az egész dologra úgy tekintek vissza, hogy nagy kiváltság volt az életemben, hogy a Ferencvárosnál dolgozhattam, és, és akkor az nem baj, hogyha így emlékeznek rám. Sikerült rendezni akár magadban, akár pedig Bruckner Lászlóval ezt a történetet. Ugye az került nyilvánosságra, hogy, hogy köztetek ott az elváláskor, kialakult egyfajta konfliktus, maradtál a csapatnál, ő távozott, Azelőtt persze ugye rengeteg közös történet volt, azért ti komoly anyagi gondok közepette irányítottátok a csapatot, nem érkezett időben fizetés, és majd elkezdődött egy pozitívabb változás. Mégis ennek az egész szakasznak a, a vége az, az keserédes lett. Hát igen, én pont egy ilyen átmeneti helyzetbe vettük át a klubot, ugye még ott volt a régi vezetés, aztán közben belépett az új vezetés, a Kovatov Gábor elnök úr által alakított új vezetés, és, őre. és akkor ugye még a klub is kereste önmagát, viszont már nagyon megvoltak azok a célok és tervek, hogy ezt hogy fogják alakítani, és nagyon jó stratégia szerint lett. Akkor már elkezdődött a klubnak az új építése, a reaktiválása, hogy visszanyerje régi fényét a klub, és Ebben, ebben a nehéz helyzetben ott voltunk, és azt gondolom, hogy az első évben ugye harmadikak lettünk azzal a csapattal, ami akkor rendelkezésünkre állt, nyilván ez már annak is volt köszönhető, hogy egyre jobban érezhető volt, hogy stabil, mindig stabilabbá válik a klub, ezért sokkal kiszámíthatóbb napjaink voltak, akár szakmailag is, vagy az egész életünkre kivetült ez a, ez a megbízhatóság, és ez, ezt azt gondolom a játékosok is értették, egyre jobban lehetett őket motiválni, tehát a jobb, jobb munkára, a keményebb munkára. Ö, aztán ö, valamiért ez, ez idővel, idővel, hát hogyha a kettőnk közti dologra térünk vissza, nem tudom, hogy miért lett ez ennyire éles, hiszen mi azóta is voltunk, hogy dolgoztunk együtt, már azóta is kapcsolatban is voltunk utána, és mi megbeszéltük a dolgokat. Azért itt sok dolog, sok dolog elcsúszott, kezdve azzal, ugye, hogy említetted volt, hogy hogy nem mentünk, együtt jöttünk, és nem mentünk, ugyanúgy a balipetire is vonatkozott ez a dolog. Mi felajánlottuk azt, hogy együtt jöttünk, együtt megyünk, de ennek úrnak külön volt, és azt a, nekünk elmondta, hogy azt a Lacival megbeszélte, hogy, hogy mi ketten maradunk a klubnál, és folytatjuk a munkát. Ezt ő is támogatta, mint a Laci elmondta utólag, és én ezért nem értettem azt, amit később, és ennek most is azt tudom be, hogy igazánból, ha én magamra próbálok és én vagyok ő, akkor nekem is rosszul esett volna, hogyha a kollégáim ott maradnak. És ebből a szempontból maximálisan megértem, megértem így utólag őt ebben a helyzetben, de neki is meg kellett volna érteni, hogy nekünk nem volt más döntési helyzetünk akkor. És igazából ki az, aki nem szeretett volna tovább dolgozni, de nem annak árán, hogy ezzel minket egy az ő szemével kapcsolatban egy vesztességért. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet, és nagyon nehéz szituáció volt. És az, hogy én utána két meccsig még a, a, a csapatot ő utána irányítottam, az sem az én döntésem volt, ugye nem irányítottam volna, tehát azért szeretném, hogyha ezt tudnak. Tehát én nem irányítottam volna azon a két meccsen sem a felnőtt csapatot, ha meg tudnak egyezni az új vezetőedzővel, de nem sikerült, ezért a... a klubvezetés úgy döntött, hogy mivel nekem van pro licenszem, aki akkor a klubnál volt, én ezt a két meccset, ami meg nem találják az új vezetőedzőt, én ezt megcsinálom. Nekem ez kutyatkötelességem volt, tehát ezt megtenni, hiszen a szerződésem is arról szólt, hogy a Ferencvárosnak azt, ami van, azt én a, mindenképpen az ő szolgálatára fogok fordítani, ez egy elkötelezettség, és én ezt örömmel vállaltam, úgyhogy de nem gondoltam bele talán naív módon, hogy ennek milyen hozadéka lehet, és hogy ebből én nagyon rosszul jöhetek ki, és gyakorlatilag az egész dolgot ez indította el, ami később engem valahol egy kicsit egy ilyen egy, egy megbélyegzés talán, ami, amiből én nagyon nehezen nagyon nehezen, a mai napig is nagyon nehezen tudok még úgy rágondolni, hogy ne érezzek súlyokat magamon ez miatt, mert tudom, hogy soha nem volt bennem rossz szándék, egyszerűen csak rosszul, rosszul, jöttek ki a dolgok. Én szerintem ezt a dolgot már le kell zárni, visszacsinálni nem lehet. Én, én a, a klubot a mai napig a szívembe őrzöm, ott ülök a a tévé előtt ugye kimenni nem tudok, mert én nem vagyok tag, ugye, tehát nem, nincs bérletem, és, de ott ülök a tévé előtt, és most legutóbb is megnéztem a Csaba meccset. A Csabával például gratuláltam neki legutóbb is a kupas sikerének, tehát én nem, mivel mi egy lakóparkban lakunk, úgyhogy ö, 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 találkozni szoktunk kutyasétáltatás közben és én, továbbra is ugyanúgy szurkolok a Ferencvárosnak, de egyébként meg szurkolok a magyar futballnak, főleg amikor nemzetközi szinten van, ahogy a Kecskemétnek szurkoltam, vagy a Debrecennek. Ezek fontos dolgok, hát ahogy, a válogatottról nem is beszélve. Tehát ez, ez, nem fog, a vér nem fog vízzé válni. Tehát bármilyen keserűség is adódott idővel, ezt fel kellett dolgozni, és ezt én nagyon jól azt gondolom, hogy jól feldolgoztam, csak valahogy azt érzem, hogy mások nem akarják látni azt, hogy hogy én én is változtam, és, és én azt hiszem, hogy ezért tettem elég sokat, hogy változzak emberileg is, szakmailag is, és sok mindenben. A klubvezetők még mindig egy picit ebből indulnak ki, én és nem, nem adnak azt hallom, mondjuk teret neked? Bocsánat, hogy a szabadba vágtam. Én mindig azt hallom, hogy hogy a Pruckner ügy, az kísért engem. És, és pedig én már nem tudom, mi az, és nem is akarom tudni, de én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen sokáig fog tartani az életemben. Ö, én mindig hiszek abba, hogy jön valami lehetőség, jön valami új, én készen vagyok, készen állok. Ez most hogy edzősködés lesz, vagy tovább a utánpótlás, vagy az, amit én elkezdtem, ugye, ami nagyon fontos dolog volt, és azt még szeretném elmondani, hogy ha van erre időnk, én közben rájöttem, hogy magamon is kell nagyon sokat dolgozni. És akkor elkezdtem Ugye egy fejlesztő, önfejlesztő programot csinálni, aztán később kócsként is tanultam, ugye, mert a kócsként való tanulás is azt feltételezi, hogy az önismereti része, az önreflektív képesség fejlesztése, aztán később a diszket is megcsináltam, ahol a viselkedés mintákkal kapcsolatban, hogy minél több legyen abból, amit, hogy nekem hogy kellene működni, és minél jobban lássam, hogy mások hogy tudnának, másokat hogy tudnék jobb működésre bírni, és ez meg inkább visszaredukálódott arra, hogy elkezdtem három éve igazából online gyerekekkel foglalkozni, fiatal sportolókkal foglalkozni, zömében labdarúgók, de akad közöttük kézilabdás kisasszony is, aki, és nagyon érdekes, hogy két külföldön élő is van közöttük, az egyik kézilabdás, Dániában most Svájcba ment, tehát U19-es volt akadémista, és van között magyar utánpótlás labdarúgó, aki Norvégiába született, de magyar szülők gyermeke. Valamiért a szülők valahogy megtaláltak, és akkor elkezdtem dolgozni, és akkor vannak most akadémisták is, úgyhogy mivel van olyan, hogy az ember nem beszélt, hogy kik ők, de vannak, akikkel dolgozom. Most egy kicsit ilyen, hogy mondják, ezt ilyen uborka szezonban vagyok, ugye most kezdődik, eddig nyári szünet volt, most egy kicsit egy hónapig leállt, de szerintem most, ahogy elindul az iskola, úgyhogy jönnek a terhek a srácokra, vagy a hölgyekre, kisasszonyokra, ugyanúgy szerintem előbb-utóbb megint meg fognak találni, és aztán dolgozom. Csak a felnőtt sportélet mennyire nyitott erre? Most elsősorban gyerekekről meséltél, de én azt hiszem, hogy erre a vonalra a felnőtteknek is nagy szükségük lenne. Van egy nagyon érdekes rés, amit be kellene tölteni. Én azt gondolom, hogy a kettő között kellene most keresgélni, az pedig az átmenet, a, az utánpótlásból a felnőtt futball. Aki nekem ebbe a korosztályba beleesett kliensem volt, ö, csúnya szóval, illetve ö, sportoló, aki ez a 17-18-19, aki már úgy kopogtat a felnőtt csapat ajtaján, az ö, iszonyú nagy ö, bizonytalanságban van, hogy hogy fog ő megfelelni az öltözőnek, a felnőtt csapat öltözőjének, és ez is egy jó dolog, hogy őket segítem abba, és akár így a, az akadémiáknak is szerintem most főleg, hogy nagyon sok hely megváltoztatták a rendszert, ugye nem indulnak U19-be, hanem elindulnak az MB3-ba, utánpótlás akadémiáknak a csapatai az u 19 esek vagy akár ott van a, a ugye a, a, a Kispest, ahol, ahol szinte épp hogy kijött, tehát azért ők nincsenek készen a felnőtt futballra. Szerintem nagyon fontos lenne velük foglalkozni. Most ez egy lehet, hogy egy kicsit úgy néz ki, mint egy önreklám, de, de ha nem én csinálom, akkor is meg kell csinálni, mert én látom az ő. ő kétkedéseiket, bizonytalanságukat, hogy ez, ők hogy fognak tudni helytállni, de ha valaki segít őket a teljesítményükbe, kevesebb elakadás lesz az életükbe, mert van kivel ezeket megbeszélni, és közben még fejleszted a személyiségét, a karakterét, ugye a futballban a személyiség az egy döntő dolog, tehát a régen Alex Ferguson is azt mondta, hogy ha kimész a pályára a ne hagyd az öltözőbe. Ez az, azon áll vagy bukik minden, tehát a, főleg a labdarúgásban nagyon jellemző. A labdarúgásban a személyiség sok sokkal markánsabban jelenik meg, és van lényegi része, mint, a, mint más csapatsportákban. Tudom, hogy sokan most erre fölkapják a fejüket. Csak egy példát, hogy mondjak, ugye mi a minden sportban, hogyha valami úgy nem megy, akkor le le, időt lehet kérni, le lehet hívni, támadásból védekezni, vissza lehet küldeni játékosokat, ugye, akár a bármelyik ilyen csapat. Futball az egyetlen, ahol 45 percig, ha valami elcsúszik, hiába terveztél, hiába akartál valamit, üvöltözhetsz a pályaszélét, küzdködhetsz, bármit csinálhatsz, nem tudsz hatással lenni. És ezt lehet látni a legnagyobb csapatoknál is. 45 perc után tudsz, vagy fél időben tudsz hatással, valamennyire hatással. És ezért van sokszor, hogy látni, hogy átfordulnak bizonyos szituációk, és ez nagyon nagy nehézség. Na és ilyenkor jön a szerepe az, hogy kik vannak a pályán. Mert mindent lehet fejleszteni, gyorsaságot lehet fejleszteni, játékkészséget lehet fejleszteni, mindent lehet fejleszteni, de a személyiség, ha nem olyan, akkor azt a csapat egy nehéz helyzetbe nem, nem fogja tudni segítségül hívni, és ezért találom ezt öntőnek. Szívből kívánom, hogy, hogy megtaláld újra a kihívást a magyar sport életben, vagy éppen a magyar labdarúgásban. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Én is nagyon szépen köszönjük. szépen a figyelmet mindenkinek. Egy az egy lesz legközelebb is. Tartsatok akkor is velünk. Sziasztok!